Gyermekeivel közös fotókat posztolt két napja közösségi oldalán Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely független polgármestere a Feltétel nélküli szeretet és a testi fenyítés címet adta a bejegyzésnek. A 7 gyereket nevelő politikus azután írt hosszú bejegyzést a témában, hogy vita lett a helyi rádiónak adott korábbi nyilatkozatából. Ott azt mondta, idézem, nekem az mindig nagyon fontos volt, hogy a gyerekek szót fogadjanak, és ilyen szempontból én a testi fenyítésnek is szükségét érzem. Az RTL kérdésére, hogy milyen testi fenyítést alkalmazott és milyen gyakran, azt mondta, időnként valóban rácsapott gyerekei fenekére. Ez egy jó kérdés, de gyakorlatilag én azt mondom még egyszer, semmiféle bántalmazásnak nem vagyok híve, azt nem mondom, hogy nem csaptam a fenekére a gyereknek, mert nyilvánvalóan ilyen előfordult. Én azt most úgy visszaemlékezve azt mondom, hogy az utóbbi években például egyszer sem került ilyenre sor. A polgármester azt mondja, sosem bántalmazta a gyerekeit, és szerinte az tesz rosszat a gyerekeknek, ha mindent rájuk hagynak. Azt is megkérdeztük tőle, hogy az ő szülei alkalmaztak-e vele szemben testi fenyítést. Egy konzervatív családban előfordulhatott egy-egy tockos, ahogy miniszterelnök úr hívta, vagy koki. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, ami belefér ugyanebbe a korábbi értékrendbe. Nyilván hál' Istennek azt gondolom, hogy ma a mai világban ez változóban van. Egy gyermekjogi szervezet vezetője szerint ma még a magyarok több mint kétharmada elfogadhatónak tartja a testi fenyítést, annak ellenére, hogy a magyar törvények ezt tiltják. A gyerekekkel szembeni mindenféle erőszak és bántalmazás alkalmazása, ideértve a testi fenyítést is, az egy pofon, a fülmeghúzás, a fenékre csapás, a megrázása a gyereknek, a megszorítása, ez mind a testi fenyítés körébe tartozik, és a gyerekvédelmi rendszerünk tiltja. A szakember szerint az egyszer-egyszer előforduló testi fenyítés nem feltétlenül okoz traumát, de ha rendszeresen alkalmazzák, akkor akár felnőtt korban is jelentkező lelki problémákat okozhat a gyerekeknek. Márki-Zay Péter szerint viszont túl szigorú a hazai szabályozás, és nem is lehet betartani, a kialakult helyzetet a korrupcióhoz hasonlította. A korrupció is szabályozva, az is tilos, de hát nem tartatják be ezeket a törvényeket. Az ügyészség ezeket az ügyeket nem is vizsgálja ki. Ugyanez a helyzet, egy túlságosan szigorú szabályozás van a gyermekvédelemben, amit nem tartatnak be. Én ezt mind a kettőt problémának érzem, ezért említettem, hogy például a kanadai szabályozást azt én ilyen szempontból megfelelőnek érzem. A kanadai szabályozás szerint a gyereknek nyitott tenyérrel lehet pofont adni, ha nem keletkezik rajta külsérelmi nyom.